Mióta ember az ember, azóta küzd különböző nyomajákkal. Nem volt ez másként 3000 évvel ezelőtt sem, és nincs ez másként modern korunkban sem. Kinek itt fáj, kinek ott. Kinek a fejfájás keseríti meg az életét, kinek a rossz fogak vagy ízületek okoznak elviselhetetlen szenvedést, vagy a láztól levertek egész nap. Mióta a különböző betegségek beárnyékolják az emberek életét, azóta keressük nagy energiákkal a megoldást is a problémákra. Mi sem természetesebb, hogy az ember előbb az őt körülvevő környezetet használta fel nyavajáinak gyógyítására. Az orvosságot a különböző bajokra fűben, fában találta meg. Több nemzedéknyi tapasztalat, meg sok-sok praktika segítségével készültek gyógyító, gyógyhatású készítmények, esszenciák. A megfigyelések segítették az embert, hogy kiválassza a növények közül azokat, amik egy-egy betegség gyógyításában, a tünetek enyhítésében segítenek. Emellett kialakultak azok az eljárások, technológiák, amik révén felhasználhatók a növények, kinyerhető belőlük a gyógyuláshoz szükséges hatóanyag. Kiderült, hogy melyik alkalmas idegrendszeri problémák, melyek gyomor vagy bélbántalmak enyhítésére. A gyógynövényeket nem csak az erdőkben, patakparton lehetett szedni. A kolostorok kertjeiben a szerzetesek gondoztak nagy ültetvényeket, kísérleteztek a különböző fajtákkal, azok hatásaival. Tapasztalataikat feljegyezték, és így adták át a tudást nemzedékről nemzedékre. Modern korunkban a gyógyszeripar fejlődésével szinte minden bajra kaphatunk pirulákat. Az emberek azonban kezdenek idegenkedni a kémiai összetevőktől, a kétes hatású szerektől. Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb lesz az az igény, ami arra irányul, hogy vissza a természethez, vissza a természetbe, és minél több olyan növénnyel ismerkedjenek meg az emberek, amik kiváltják a műanyag világot. Ezt mondja egy szakember, akinek kertjében közel 200 gyógy- és fűszernövény terem, és aki arra vállalkozott, hogy ebbe a különleges világba elvezet másokat is. Többek között a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársait, akik közül 8-an egy tanfolyamon vettek részt, hogy elsajátítsák a gyógynövényekkel kapcsolatos tudást. És hogy miért is? Itt kezdődik egy új történet. Nem is olyan rég, 2012. augusztusában megnyílt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász égisze alatt a Castellum Teaház Szombathelyen. Belépve az ajtón, egy lépést tehetünk újra a természet felé. A polcokon, amellett, hogy a Karitász munkatársai által készített kézműves termékek kaphatók, 40 különféle gyógynövény közül lehet válogatni. Szárítva, csomagolva. Mint saját, a Karitász által készített termék. Egyedi, helyi, a Szombathelyi Egyházmegye különböző plébánia kertjeiből való növények. Kiderült ugyanis, hogy az üresen álló plébánia udvarokban sok gyógynövény terem, és nem is akármilyen érték ez. Ezek a vidéki porták nem fertőzöttek, ugyanis azt már hallottam nagyon sok olyan gazdálkodótól, akik a földeken a napraforgóval, a kukoricával és a buzán foglalkoznak, hogy a mező szélén termett gyógynövényeket nem szabad leszedni, mert ők azt nem tudják koordinálni, hogy a permetezőgép és az ilyen gyomírtógép merre megy és merre szórja szét ezeket a méregcseppeket. Viszont azért otthon az intézmények kertjei, a plébániák kertjei nem kapnak, hála Istennek, ilyen mérgező dolgokat, tehát ott vannak az igazán bio, vadon termő gyógynövények. Erre épített fel egy új tevékenységet a Caritas, kihasználva az adottságokat, illetve munkalehetőséget adva az embereknek. Básáros Miske a levendula termesztés központja lett. Háromféle levendula nő a kertben. Ölvőn alakították ki a Szent Miklós gyógyfüves házat egy régóta üresen álló épületből. A kertben persze itt is gyógynövényeket ültettek, az egykori istálló épületben pedig szárító és feldolgozó helyiséget alakítottak ki. Nem csak a vidéki emberek, hanem a városi emberek is tanulják meg azt, hogy ha hirtelen fáj a fejünk, vagy emésztési problémánk van, vagy bármi, nem biztos, hogy minden pillanatban a patikába kell elfutni, hanem ezeknek a gyógynövényeknek a hatásait kellene ismerni, ezeket kellene fogyasztani. Van olyan gyógynövény, amelyeket vajas kenyérre, vagy egy házi zsíros kenyérre rátéve nagyon finom, vagy teaként, főzetekként, üdítőként lehet ezeket használni. Csak az a baj, hogy a régi öregeknek a tanulmányairól mi leszoktunk. A gyógynövények termesztése nagy szakértelmet követel. A levendulát meghatározott időben és módon kell szüretelni.
Július elején kerül erre sor Vásárosmiskén. Azért kell ezt így vágni, hogy ugye egy meccés megspórolunk vele, viszont hogyha nagyon lent vágjuk el, akkor kiszáradhat. Kell rajt hagyni egy 2-3 centi zöld részt. Hogyha nagyon fent vágjuk el, akkor meg felnyúlik és elfásodik neki a szára. Akkor felmagasodik, és időnap előtt tönkre megy. A leszedett levendulát összekötik, majd hosszabb időre a padlásra kerül. Amíg meg nem szárad tökéletesen, és akkor utána lemorzsoljuk, és úgy kerül felhasználásra. Például ajándékpárnákba, illatzacskókba töltik a levendulát, de csokrot is készítenek, díszítenek vele különböző termékeket. Közel 50-en dolgoznak Vásárosmiskén. A környékbelieknek fontos ez a munkahely. Öbön is kialakítottak egy szárítóhelyiséget, és itt is csomagolják a gyógynövényeket. Ezt követően kerülnek a termékek az Egyházmegyei Caritas boltjába, a Castellum teaházba. De a Caritas munkatársai által készített más termékek is megtalálhatók itt. Így válik egy kezdeményezés több megyét átfogó, a helyi termékeket népszerűsítő, szemléletformáló akcióvá is. Ezen a polcon található Orbánc fő, borsos menta, cickafarc. A polcokról 40 különféle csomagolt gyógynövényből lehet válogatni, mindegyik más-más betegség legyőzésében segít. A borsos menta teát nagyon ajánlatos ilyen hideg időben megfázásos betegségek esetén például, aztán nagyon jó görcsoldó, gyomor, epe és bélbántalmak esetén is használatos. A gyógynövények hatásáról képes ismertetőt is összeállítottak. A teaházban pedig kóstolót is kaphatnak a betérők. A bevételből a szociális intézmények ellátottainak szerveznek kirándulásokat, zarándoklatokat, különböző foglalkozásokat. A teaház díjat is kapott. Egy fiatal vállalkozásokat támogató régiós szervezet jutalmazta a munkájukat. Persze ahhoz, hogy a növények eljussanak csomagolva az üzlet polcaira, jól képzett szakemberekre is szükség van, akik értő módon termesztik, dolgozzák fel a gyógynövényeket. A gond csak az, hogy a régiek tudása mára jó részt feledésbe merült. Tanfolyamokon lehet a tudást megszerezni. Ezért is vettek részt a Caritas munkatársai egy közel egy éves képzésen. Itt megtanulhatták, hogy mire is jó például az orbáncfű, a csalán, milyen tulajdonságaik vannak, hol találhatók, mire kell odafigyelni a termesztésük és persze a felhasználásuk során. Érdekelt mindig, vele nőttem fel, szinte benne nőttem fel, úgyhogy és akkor ez lett így a munkámnak a része is valamelyest. A résztvevők között akadt, aki saját gyógyhüves kert létrehozását tervezte. Én például elkezdtem egy olyan parcellát készíteni, ahol az idegrendszerrel kapcsolatos, a neurológiával kapcsolatos és annak gyógyhatásával kapcsolatos gyógynövényeket akarnék termeszteni. Ez azért még kicsit a jövő, de már elkezdtem kicsiben. A résztvevők Ölbön tettek vizsgát július végén. Nagyon fontos, hogy 10-től 3-ig történő napszakban, tehát amikor a teljes virágzásban van a növény, és éles metszólóval ezeket felkötözve szárítani kell, és ilyenkor nyerhető belőle legtöbb illóolajhatóanyag. A tételek között a kakukkfű ágyás ápolásának bemutatása is szerepelt. Terjedő tövű a növény, ezért kézzel a gyökerek közül az egyéb más növényeket, gazokat kiszedni, illetve az elszáradt növényeket kell, növényi részeket kell eltávolítani. A kakukkfűnek az elején, tehát az ültetés után az első 1-2 hétben kell nagyobb mechanikai ápolást végezni, utána, ahogy szétterjed a növény, így gyakorlatilag önmagát már védi, tehát letakarja, tehát ugye a fényt megszűnik, így a gyomok se tudnak kiülni. A gyakorlati feladatok során a növény kiültetését, a magvetést vagy a levendula dugványozását kellett bemutatni. Fontos része volt a vizsgának a növényfelismerés, csak úgy, mint a munkavédelmi szabályok ismerete. A diákok azt mondják, sok új, hasznos ismeretet szereztek az egyéves tanfolyam során. Én hobbi szinten már foglalkoztam korábban is, és akkor így a Caritasból engem megkerestek, mivel a házat szerették volna hasznosítani, és itt kijelölték a krupokat, és akkor engem megkértek, hogy gyűjtenék-e növényeket így a vadonba, és akkor így jött végül is ez az egész, hogy most már 2 éve így komolyabban foglalkozom ezzel. Nagyon sok mindent tanultunk, meg tanulunk is, meg és szeretnék is tovább is ezzel foglalkozni, meg még több
ismeretet összeszedni. A kedvencem az a levendula, ez a citromfű, a menta, mert ezeket a, talán a legismertebbek, a legkönnyebb ezekkel dolgozni. Próbálom a családba is továbbadni ezt a most megszerzett tudást, úgyhogy én otthon is foglalkozom. Igaz, még kicsibe, de szeretnénk talán otthon bővíteni is. Ez az egyéves tanfolyam nagyon széleskörű ismereteket adott ezeknek a hallgatóknak. A képzések kiváló szakemberekkel történtek, akik egyébként fitoterapeuta végzettséggel, kertészeti végzettséggel, vállalkozási és munkavédelmi ismeretek tanításával, képzésével foglalkoznak. Ezekből az előbb említett ismeretekből kell a mai napon a hallgatóknak elméletben és gyakorlatban is vizsgázni. Az emberek életében az egészségvédelem egy nagyon fontos szempontot tölt be, ezért ezek a szakemberek azon túl, hogy gyógynövénytermesztést is megtanulják, tehát hogy hogyan kell a növényeket elvetni, hogyan kell szaporítani, mikor kell őket begyűjteni, hogyan kell szárítani őket, emellett pedig megtanulták a gyógynövényeknek a hatóanyagait is. A fitoterapeuta szaktanár gyakorlatilag betegségek társításával fölkészítette ezeket a hallgatókat arra, hogy aki esetleg szaktanácsadásért hozzájuk fordul, szeretnének valami gyógyteját elkészíteni, hogy az egészség megelőzése, vagy akár esetleg gyógyítás tekintetében milyen növényeket kell, hogy fogyasszanak. A mi összes munkatársunknak, mivel szociális intézmények vagyunk, mindenféle fajta szociális végzettsége, szociális diplomájuk van, és hát ugye ez nem elég ahhoz, hogy a gyógynövényeket fel tudjuk ismerni, gyógynövényeket tudjuk szárogatni és csomagolni, ide szakértelem kell már. És ugye azokat az embereket szerettem volna, hogyha részt vesznek ebbe a gyógynövényes képzésbe, akik a vidéki intézményeinkbe is, tehát a Nagylengyelészen családszociális központban, Vásárospiskén a Levendula házban dolgoznak, valamint Szombathelyen is, akik ezekkel foglalkoznak, hogy igazából mindenki a szakértelmét bele tudja tenni, a kreativitását, mert így, hogyha elmennek a vidéki plébániák kertjébe, akkor talán felismernek olyan gyógynövényeket is, amelyek esetleg nem a legszokványosabbakat, amiket esetleg más gyógynövényes boltokban nem lehet megtalálni, azokat mi azért gyűjtsük össze, ha már végzett szakértelemmel rendelkező munkatársunk van. A helyjel merészetterveket is szöveget a Karitász. Ezt az egész kertet szeretnénk betelepíteni máshonnan idehozott vadon termő gyógynövényekkel is, hogy ez legyen egy ilyen látogatóközpont talán, ahol aztán meg fogjuk jelölni, hogy melyik plébánia udvarról, mit gyűjtöttünk, honnan gyűjtöttünk, és itt ezeket be lehetne mutatni. A jól átgondolt és felépített rendszert az egyházmegye püspöke is teljes mértékig támogatja. Remek ötletnek tartom mind a mai napig, hiszen látszik, hogy egyrészt az emberek, akik ebben dolgoznak, örömmel teszik, jól érzik magukat benne, viszont azt is látjuk, hogy a kereskedelemnek pedig van erre igénye, tehát mindenféleképpen lehet találkoztatni ezt a két dolgot. Maga a dolog egészen biztosan sokak számára bár egy kicsit furcsa vagy szokatlan, de ha arra gondolunk, hogy mennyien keresik ezeket a termékeket, akkor egészen biztosan ez egy jó irány. Az üzletnek a gondolata abból adódott, hogy korábban ebben a helyiségben a Karitász árult ruhákat. Úgy gondoltam, hogy akkor viszont jó lenne, hogyha változatlanul, ami a egyház lelkiségével nem ellentétes olyan tevékenység kerülne ebbe a helyiségbe, és ekkor vetődött föl, hogy ha már a Karitász megtermeli, más házaiban is elkezdték a gyógynövények gyűjtését, akkor legjobb lenne, ha nem valakinek, fölvásárolnak adnánk tovább, hanem mi magunk gondolkodnánk arról, hogy ezt hogyan tudnánk árusítani. Azt gondolom, hogy itt a szolgálat jelleg is fontos, hogy legyen egy ilyen lehetőség, hiszen a mai világban, ahol egyre többet hallunk, beszélünk arról, hogy a gyógyszerek
használata nem feltétlenül a legjobb megoldás egy-egy betegségnek a legyőzéséhez. Egyáltalán azt is látjuk, hogy gyógyszert kíván, mert egyiknek a negatív hatásait kell közömbösíteni, semlegesíteni, éppen ezért a természetes gyógymódok, természetes gyógyeszközöknek a használata szerintem sokkal egészségesebb, és bízom benne, hogy ez a dolog még felfutóban van, és előbb-utóbb sok ember számára a igazi gyógyulást fogjuk tudni adni ezáltal. A régi mondás ma is igaz, fűben, fában is található orvosság. A gyógynövények azonban nem csak az egészség megőrzésének forrását jelenthetik, hanem egy ötlet alapján vállalkozást is lehet rájuk építeni.